A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás november 9-én tartotta soron következő ülését. A tanácskozáson beszámoltak a társulás 2017-es évi munkájáról. A tájékoztató tartalmazta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelentőségét is, melynek célja a saját otthonunkban élő rászorulók és időskorúak segítése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbra is térítésmentes, mind a szociálisan rászorulók és a nem rászorulók számára. Jelenleg 42 szociális gondozónő látja el a településeken élő mintegy 350 fő gondozását. A következő napirendi pontban a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos kötelékek megalakításáról, felépítéséről és a toborzási tevékenységekről adott tájékoztatást Szombati Emese alezredes. Most jelen pillanatban területvédelmi tartalékos rendszert építünk ki, amilyen járásokhoz köthető lesz. Itt a járáson belül 100 fős egység fog megjelenni, egy járási tartalékos század fog megjelenni, majd egy belátható intervallumon belül, akik bizonyos infrastruktúráknak a védelmével, csomópontoknak a védelmével, őrzésvédelmi feladatokkal, illetve olyan feladatokkal támogatják majd a védelmi rendszert, amiben segíteni tudják az itt élőknek az életét, akár védekezési forma, katasztrófavédelmi helyzet vagy honvédelmi helyzet.